Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 10-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban folytatjuk beszélgetés sorozatunkat a szimfonikus zenekar vezetőivel, vendégem Dobszai Péter, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, vezető karmestere lesz. Majd ellátogatunk egy grafikai kiállításra és egy könyvbemutatóra, végül pedig megismerkedünk a légi régészettel. Következzék tehát Dobszai Péter. Kedves nézőink, folytatjuk azt a sorozatot, amelyben az Alba Régia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetői szólalnak meg. Fontos ez számunkra, hiszen megszokhattuk, hogy egyre inkább nő az érdeklődés a szimfonikus zenekar koncertjei iránt, és azért szeretnénk a közeljövőben, illetve a jövőben beszámolni arról, hogy mit is láthatunk, hallhatunk. Mai vendégem pedig Dobszai Péter művészeti vezető, vezetőkarmester. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen. No, egy kicsit beszéljünk arról a májusról, ami különlegességeket tartogat. Ez fontos számunkra, mert hogy erre készülni kell. Szép lassan megszokhattuk, hogy a fiatal korosztály a kortárs zenével megbarátkozik, egyre többen vannak, és nyilvánvaló, hogy az eddigi klasszikus zenerajongókat is megerősítjük azzal, hogy ha röviden is, de beszámolunk arról, hogy mi minden vár rájuk, és hol mit hallgathatnak meg. No, kezdjük talán röviden a partitúrával, hiszen a Dobri Danival, kortárs művészeti vezetővel erről már beszéltünk, de ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat a 21. század szimfonikus zenéjét megismertetni egy új csapattal, és meghódítani őket, ha úgy tetszik. Abszolút így van, és azt gondolom, hogy ez a projekt a lehető legjobb kezekben van Dobri Dani által is, aki zeneszerzőként fogja bemutatni azt a gondolkodásmódot, hogy hogyan születnek ezek a darabok, de fölhívnám a figyelmet a koncertnek a karmesterére is, Cser Ádám fogja ugyanis vezényelni ezeket az alkalmakat, aki jó maga is zenét szerez, jó pár szimfóniával megörvendeztette már a magyarországi közönséget. Ezek közül én egyet hallottam is, amit a diplomakoncertjén vezényelt, és én rám személyesen nagyon nagy hatással volt, gyönyörű zene. Érdeklődéssel várjuk. És akkor menjünk tovább, mert számtalan hangversenybérlet sorozat vége felé közeledik ma már, hiszen májust írunk rövidesen, és azt hiszem, hogy ezek mind-mind meg annyi fontos. Egyik oldalról megerősítés, hogy az az út, amit választottatok annak idején, amit elhatároztatok, az egy jó út. Ezt megtapasztaltuk mi, koncertlátogatók, és a klasszikus zene barátai bizonyosan megerősítik ezt. És hát az nyilván a befejezés is olyan lesz. No. Nagyon bízunk benne, borzasztóan sűrű két hónap áll előttünk, májusban és júniusban valóban egy erős zárását kell, hogy ennek az évadnak megvalósítsuk. A Somorjai Bérlet sorozatunk már le is zárult, hála Istennek nagy sikerrel. Most pedig először a Filharmónia szervezete tisztelt meg bennünket azzal, hogy a Székesfehérvári sorozatának itt a végén ismét játszhatunk egy alkalmat. Ennek mi a műsorát úgy alkottuk meg, hogy a két fél időt ugyan kapcsolatban egymással, de kicsit másképpen fogalmaztuk meg. Az első fél időben Bellini és Csajkovszki művein keresztül a Rómeó és Júlia történethez fogunk kapcsolódni. Egy hihetetlenül magával ragadó és szenvedélyes két műnek az eljátszásával. És a Csajkovszki Rómeó és Júlia nyitány fantáziáról átkötve a műsor második felében pedig Borodyinnak a műveit fogjuk játszani. Az egyik egy szimfonikus költemény, Közép-Ázsia sztyeppény és pusztáin, egy festői szép látkép, majd pedig egy nagyon rövid, de tüzes, dinamikus második szimfónia fog elhangozni az ő tollából. Tehát ez kerek? Abszolút. Nagyon, nagyon igyekeztünk, és hát ez a művészeti vezetői munkának az egyik legszebb része ezeknek a műsoroknak a megalkotása, és hát ilyen jó csapatban való megalkotása az pedig... Arról nem beszélve, hogy karmesterként is nagy kihívás. Így van. Mindenféle értelemben. Tehát erre már készültek, és hogyan tovább? Ezután pedig az egész évadunkat, a bérlet részét a Farkasbérlet negyedik alkalma fogja lezárni, ahol Mahlernek egy dalciklusa hangzik el, ami mindig egy ritka és ünnepi alkalom. Haja Zsolt fogja énekelni a vándorlegény dalait. Ennek bevezetése egy Weber nyitány lesz, a Bűvös vadásznak a nyitánya.
és hát egy hatalmas nagy mű, Brahms első C-moll szimfónia lesz a második félidőben, és tulajdonképpen ezután, a koncert után már csak egy ráadással készülünk, egy rövidesen meghirdetésre kerülő nyári indító és évadzáró hangverseny hangzik majd még el július második felében. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, és utána sem jön nyilván a pihenés, viszont ha röviden arra kérlek, nyilván erre még lesz majd módunk és alkalmunk, hogy foglald össze, teljesültek azok a vágyaitok, amelyeket meghatároztatottok az évad elején? Függetlenül attól kérdezem, hogy ugye nagyon is jól tudjuk, hogy a koronavírus járvány az ő alapjaiban meghatározta ezt az esztendőt. Azt kell, hogy mondjam, maradtak a korábban még itteni munkabeállásom előttről projektek, amiknek a kapcsán máshol is vezényeltem az évadban, és azt kell, hogy mondjam, hogy a székesfehérvári közönség elkényeztet minket. Jó pár olyan teltházas estünk volt, amiről nagyon sok magyar zenekar csak álmodni tud most ezekben az években, és végtelenül hálásak vagyunk ezért a közönségnek, és mindent megteszünk, hogy a bizalmukat megháláljuk. Úgyhogy nagyon pozitívan értékelem ezt az évet. Nem minden abban a formában valósult meg, ahogy szerettük volna. Volt egy szép Schönberg tervünk az áprilisi hónapra való készületben, ami most egyelőre nem tudott megvalósulni, de bízunk abban, hogy a későbbi évadok folyamán erre is sor tudunk majd keríteni. És Budapesten ugyanilyen volt az éved? Ha már... Budapesten elsősorban az operában és az Operettszínházban dolgoztam most ebben az évben. Az operának a közönsége szépen érkezett, nem lehet egészen összehasonlítani, mert ott most egy ifjúsági programban vettem részt, 18 előadást vezényeltem Mozart és Menotti műveivel, de ott a Lázár Ervin program keretében a közönségszervezés egészen másképpen működött. Itt most, amikor valóban a mi műsoraink, mondhatjuk, hogy önmagukat adják el, itt egy nagyon fontos és direkt visszajelzés a nézőszám, és hát nagy örömeink vannak. Tehát ez megerősítést jelent mindenféle értelemben. Igen. Megvannak már az alapjai a következő évad terveinek? Előre haladott állapotban vagyunk. Én nagyon bízom abban, hogy május-június folyamán ezeket a terveket sajtónyilvánossá is tehetjük. Nagyon szeretnénk a nyár első felében megkezdeni majd a remélhetőleg a bérletértékesítést, és hát mindent megteszünk azért, hogy egy izgalmas és szép évadot kínáljunk majd jövőre is. Történjék így. Már több vagyok, mint bizakodó, hiszen azért kapcsolatban állok a klasszikus zene barátaival, akik teljes mértékben elégedettek, és ez jó hír, én azt hiszem, hogy mindnyájunknak, hogy ez tovább folytatódik veletek itt Fehérváron. Köszönöm szépen, és hát köszönöm. Addig is fogunk találkozni nyilvánvaló, mert hogy beszámolunk ezekről a koncertekről, de addig is minden jót az egész zenekarnak és neked is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt láttam. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. M. Tóth István grafikáiból nyílt tárlata a Gárdonyi Géza művelődési házban. A megnyitón Brájer Éva, a városrész önkormányzati képviselője bejelentette, szorgalmazzák, hogy a művészről közteret nevezzenek el Maroshegyi szülőhelyén. A Gárdonyi Géza művelődési házban folytatódott az a programsorozat, amellyel M. Tóth István, a korszakos fehérvári festőművész születésének 100. évfordulóját köszönti a város. A jeles alkalomból, az alkotó grafikáiból és vázlataiból nyílt tárlaton Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője mondott köszöntőt. Köszönöm is mindenkinek. Egyrészt azt, hogy a születésének 100. évfordulója alkalmából a Szent István Király Múzeum Pelikán Galéria megrendezte az M. Tóth 100 programsorozatot, ami állt a Pelikánban egy kiállítás megnyitóból, egy koszorúzásból, és nagy öröm, hogy a Gárdonyi Géza Művelődési Ház csapata fontosnak tartotta, hiszen, ahogy ön is említette, M. Tóth István itt született Maroshegyen, kutakodásaink ma ott tartanak, hogyha minden igaz, a Dévai utcában, remélem, hogy jól tudjuk, és hát nyilván büszkék vagyunk erre. Maroshegyre nagyon sokan költöznek,
költöztek az elmúlt rövid időszak alatt, és ez folyamatosan így van. Nagyon szeretném, hogy mindazok a maroshegyiek, akik újonnan választották lakóhelyükül a városrészt, és érdeklődnek a kultúra iránt, szeretném, hogy jusson el hozzájuk is a hír, és legyenek ők is velünk együtt nagyon büszkék. És egyébként, ha már M-tot 100, nyilván alpolgármesterként volt lehetőségem a párjával, társával több mindenben is együtt működni, együtt dolgozni, így járhattam is abban az otthonban, ahol M-tot István is élt. Sok mindent hallottam az életéről, bár korábban, még képviselői korom előtt Székesfehérvár kultúra szerető embereként is nyilván ismertem a munkáit, és hát volt lehetőségem egy-két alkalommal hallani őt magát is. Ma már nem lehet itt közöttünk, de azt gondolom, hogy nem csak lehetőségünk, hanem kötelességünk is megőrizni ezt az emléket, oly módon is, amire most javaslatot tettem, polgármester úrnak írtam egy levelet, amiben azt kértem, azt javasoltam, hogy itt Maroshegyen nevezhessünk el M-tot Istvánról egy közterületet. Nagyon remélem, hogy mielőbb egy közgyűlési döntéssel ezt meg is tudjuk pecsételni. Azt gondolom, hogy nem kell különösképpen magyarázni, hogy miért fontos az, hogy M-tot Istvánnak a munkássága itt Maroshegyen is, ilyen módon is megőrzésre kerüljön. A kiállítást Revák István festőművész, a Székesfehérvári Művészek Társaságának tagja nyitotta meg, aki kiemelte, M-tot István festőművészként, grafikus művészként és tanárként is megkerülhetetlen alakja volt a székesfehérvári művészeteknek. A rajzait látjuk, az M-tot István egy bámulatos rajztudással, intenzív rajztudással rendelkező művész volt, állandóan rajzolt, tehát én személyesen ismertem, úgyis, mint a Fehérvári Művészek Társaságának a tagja, alapító tag volt M-tot István, és művésztelepeken is kapcsolatban álltam vele, mert részt vettem, például emlékezetes az Őritót Istvánnak a Zamárdi 9. Fafaragó szimpóziónja, ahol együtt voltunk. Ott volt körülbelül három festő, akkor egy két-három fényképész is a fafaragók mellett, és ott csodálkoztam rá Pista bácsinak a vizuális érzékenységére igazából, hogy a lehullott faforgácsokat, amit a fafaragók lehántottak a nagy fatömbökről, azokat vette a kezébe, úgy, mint valami festői nyersanyagot, vagy rajzoló nyersanyagot, és akkor elkezdte csoportosítani, lerakta a frissen gerebízett ottani balatoni földre őket, és akkor szervezte, és akkor tisztára létrehozott ilyen királycsaládot, meg minden koronákat, harcokat. Tehát fantasztikus látványvilágot hozott létre ezekbe a kérgekből. Tehát az ő vizualitása ilyen mély volt, nagyon, nagyon mély volt, és ezeket megnézhetjük a rajzaiból is, ezt a robbanékonyságot, és az, hogy bármi történhet egy rajzpapíron. Itt én elhoztam egy vázlatot, tulajdonképpen, amit ugye megörököltem Pista bácsi, több mást is, de például ezt a kis festményt, hogy mennyi minden van benne, tehát rácsodálkozhatom Gulácsira, aztán a szentekre, akkor Fehérvár történelmére, eszünkbe juthatnak a freskó maradványok, minden olyan pillanatok alatt így megjelenik, és nem kidolgozottan, hanem állandóan így egymásba mosódva és újra éledve, és akkor érezzük tulajdonképpen a kép az nem is a felszínen van, hanem a gesztusok,
a freskó maradványok között lebeg valahol. A programsorozat rávilágított arra a tényre, hogy Székesfehérváron ma is kivételesen fontos, hogy a visszatekintésekben is megjelenjenek azok az alkotók, akik fajsúlyos szerepet játszottak abban, hogy városunkat a művészetek városaként ismerjék meg. A megnyitón Brájer Éva bejelentette, szorgalmazzák, hogy a művészről közteret nevezzenek el maroshegyi szülőhelyén. Álom és élet címmel megjelent Őritó István a 2010-ben elhunyt kiváló fotográfus albuma. Az albumot a Pelikán galériában mutatták be a fotóművészet barátainak. A Pelikán galériában visszatért közénk egy fotóalbummal a tragikusan korán 2010-ben elhunyt legendás fotográfus Őritó István. Családja, barátai, egykori tanítványai körében mutatták be az Álom és Élet című fotóalbumát, amelyet ő szerkesztett, s amelynek megjelenését sajnos már nem élhette meg. Az albumot az egykori tanítvány, a jelen egyik fotósi konnya, Klócz Miklós, a könyv kiadója ajánlotta a közönség figyelmébe. Nagyon régóta várjuk ezt a pillanatot, hogy megjelenjen ez a könyv. Szerencsére Pista úgy előkészítette ezt a könyvet, ezt az albumot, hogy alig volt vele dolgunk. Az elhatározás kellett, illetve a kivitelezéshez szükséges anyagi háttér, plusz a megfelelő nyomdának a megtalálása. De ez mostanra jött össze, úgyhogy boldogok vagyunk. Beszéljünk egy kicsit a művészetéről, hiszen azt gondolom, hogy meghatározó a minden egyes alkotása ma is itt a korabeli Székesfehérvárról, a korabeli világról, ha úgy tetszik. Igen, ez abszolút így van, én is így gondolom, és a tanuló éveim alatt volt szerencsém egészen közelről látni az ő alkotását, és sokat tanultam tőle, láttam a kísérletezéseit, illetve így utólag még inkább azt gondolom, hogy a Székesfehérvár egy kicsit Budapesttől távol minden hátrányát élvezhette ő. Budapesten valószínűleg egy sokkal-sokkal ismertebb művész lett volna ő. Őritó István városunk kulturális életének meghatározó alakja volt, intézmény, aki a 80-as években a fehérvári riport szolgálatot vezette, ami hamar szellemi műhelyé is alakult, de ő maga volt a Falgaléria, majd a Várfalgaléria is. Kiállító művész, intézmény nélküli pedagógus, könyvkiadó, kiállítás és rendezvényszervező volt, és mindig kedves, szeretetteljes ember. Nem minden város ilyen szerencsés, egyrészt fototörténetileg, kicsit ez a Tótok városra, hiszen Tóth Károlytól tanult, aki tudjuk, hogy a 20. század első felének nagyon jelentős fehérvári fotóművésze, fotográfusa volt, és aztán a 80-as években pedig István maga körül gyűjtötte, ahogy mondtad, a riport fotószolgálatnál azokat a fiatalokat, akik elhivatottan folytatták ezt a mesterséget. De hát ő is, hál' Istennek, 2010-ig a fotózást is, és a kiadói tevékenységet, és a kulturális szervező tevékenységet teljes erővel vitte, úgyhogy nagyon megdöbbentő volt a korai halála számunkra. Ez a kötet áttörés mindenképpen, hiszen láthatjuk és tapasztaljuk a tanítványai munkáink keresztül is, hogy mi mindent lehetett tőle megtanulni. Igen, 150 képet válogatott még ő ebbe, azt mondhatjuk, hogy 5 ciklusra rendezhetők a művek, tehát azt is látszik, hogy milyen témakörökkel foglalkozott, hogy mennyire elmélyült Erdély kultúrájában, mennyire fontos volt számára még a hagyományos technikai eszközökkel, az az álomképszerű gondolkozás megjelenítése, amit ma már a Photoshop-al két perc alatt meg tudunk csinálni, el se tudjuk képzelni, hogy amikor papírképre nagyítottak és hívtak, akkor milyen másfajta technikák voltak ezek, amiket megtanultunk. És hát az a arcképcsarnok, amit végigfotózott dr. Fülöp Gyulától, Pati Nagy Bencéig, valóban a kortárs arcok, akik így szembenéznek az albumlapjai közül, hát részben megrendítő, akiket már nem találunk itt a városban, hát részben viszont nagyon jó emlékezni rájuk, hogy mi mindent nem tettek nekünk, velünk. Őritó István egy egész műfaj otthon teremtője volt.
egyszemélyes független tanárként, galériát és kiállításokat szervező aktivistaként a magyar fotóművészetnek adott szállást Fehérváron. Tette ezt egy magas vizuális, jó képzőművészeti kultúrájú városban, ahol a fotóművészet és a fotográfia kortárs kiállításait bizony a kortárs képzőművészet kiállításaival mérték össze. Hogy milyen kortörténeti jelentőségű alkotó volt, azt a most kiadott kötet megerősíti, s hogy milyen tanár volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a jelen fotográfusainak meghatott emlékezése. A légirégészet feladata a lelőhelyek feltérképezése, összefüggéseinek értelmezése, hogy lehetőség szerint feltárás nélkül juthassunk információhoz. Ennek járt utána a Fehérvár TV stábja. Ezzel a felvétellel sikerült a Csákberény Oront pusztai temetőt beazonosítani. Otto Brás német légirégész felvételein látványosan kirajzolódnak a még feltáratlan avarkori sírok, más ugyanis a növényzet színe ezeken a területeken. Ez is fontos része a légirégészetnek. Másként szárad ki a talaj, másként nő benne a gabona, egy valaha volt római villaépület felett például teljesen más a növényeknek a növekedési ciklusa, mint például egy olyan területen, ahol nincsenek régészeti lelőhelyek, de ilyen például egy temető is, és bizony ez a levegőből nagyon-nagyon szépen kirajzolódik. Ez a fotózási technika. Amikor szkennelésről beszélünk, ez alatt azt kell értenünk, hogy azokat a nagyon-nagyon pici elváltozásokat, ami a talaj felszínen érzékelhető, mert bármilyen furcsa, még évezredek távolából is vannak érzékelhető és eredeti változások, amik arra utalnak, hogy a föld alatt valami rejtőzik, ezeket tudjuk nagyon-nagyon nagy pontossággal meghatározni. A különbség a kettő között tulajdonképpen az, hogy a szkennelés nagyon nagy mértékben tudja feltárni számunkra azokat a kapcsolatokat, azokat a hálózatokat, amelyek a lelőhelyek között vannak, hiszen ilyen eljárásokkal ezt a bizonyos történeti környezetet nagy léptékben tudjuk kutatni, több száz négyzetkilométert néhány napon belül, ami azt a lehetőséget adja a kezünkbe, hogy azt a történeti környezetet, ami valaha volt ezen a tájon, ezt sokkal jobban tudjuk megérteni, a belső kapcsolatrendszerét megérteni, és sokkal jobban le tudjuk írni azt, hogy milyen lehetett mondjuk a később középkori, vagy akár a később bronzkori, vagy a római történeti táj itt Fejér megyében. A légirégészet majdnem egyidős a fotográfia megjelenésével. Ahogy a technológia fejlődik, úgy igyekszik ezeket az újításokat a régészet és a történelem tudomány is magáévá tenni. A légirégészet során szkennelésre is van lehetőség, ezzel pedig a legapróbb talajfelszínt érintő elváltozásokat is nagy pontossággal tudják meghatározni a szakemberek, és a lelőhelyek közötti kapcsolatot, összefüggést is fel lehet tárni. Az eljárásban nagyon sokféle lehetőség van. Ez mind attól függ, hogy milyen információkra van szükségünk. Amikor nagyon precíz, nagy felületekről, viszonylag rövid idő alatt nagy pontoságú felmérésekre van szükség, akkor általában repülőt vagy helikoptert használunk ilyen mérésekre. Amikor lokálisan, pontszerűen van szükség ilyen adatokra, ott némely drónos eljárás is megfelelő. Igazából tulajdonképpen arról van szó, hogy a technológia adott, hiszen a levegőbe viszünk valamilyen eszközt, amivel lefelé nézünk a talajra, és megpróbálunk ennek a segítségével információkat szerezni az eredeti környezetről. A hordozó eszköz az mindig egy technikai adottság, hiszen hogyha belegondolnak a nézők abba, hogy egy drónos repülés, a polgári drónos repülés, az bizonyos korlátokkal rendelkezik, rövid ideig tud nagy súllyal egy drón repülni, ennél egy helikopter sokkal jobb teherbírású, és egy repülő pedig teljesen más paraméterekkel bír. Olyan adatok birtokába kerül az a kutató, aki a történeti tájat kutatja, ami bizony releváns információkat tartalmaz a jelenkorra is, hiszen nagyon izgalmassá válik például a vízgazdálkodás szempontjából, ami majd nagyon-nagyon fontos téma a világszinten Magyarországon is, hogy azok a változások, amik a tájban történtek, a művelések, a tájba való beavatkozás, mert bizony az őskortól kezdve ez folyamatosan jelen van, ez miként befolyásolta a történeti környezetet és a ma is élő környezetet körülöttünk. Hogyan változtak meg a vízmedrek, a vízfolyások, a vízgyűjtők, a folyóknak a szabályozásával azok a medrek, amik korábban meghatároztak egy-egy történeti környezetet. Hát azt próbáljuk meg ezekkel az eljárásokkal leírni, hogy hogyan változtatja meg az ember a környezetét, és ez az adott természeti környezetre milyen hatással van. Kicsit bonyolultnak hangzik, de rendkívül izgalmas téma.
A légi régészet sikeres és olcsó módszer, hiszen nagy területek feltérképezhetők viszonylag kevés repülő órával. Feltárás nélkül juthatnak a szakemberek nagyon fontos információkhoz, amik segítenek a régészeti emlékeket megmenteni a pusztulástól. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!